kiszáradt növényzetet távolít el az önkormányzat, 580 fát vágnak ki Békéscsabán. Bebábozódva, átváltozós figurákat készítenek a gyerekek a bábos táborban. Felkészülési torna Békéscsabán, magasabb osztályú ellenfelek ellen tesztelnek a csabai pólósok. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Országos szinten 190 ezerrel nőtt a lakásállománya a 2011-es népszámlálás óta. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Békés vármegyében az országos átlag alatt van az új lakások aránya, az ingatlanok korszerűsége azonban megegyezik az országos átlagéval. Bár országosan jelentős mértékben gyarapodott a lakásállomány, a keleti országrészben mérsékelt volt a növekedés, sőt, Nógrádban és Békésben még kicsit csökkent is a lakások száma, vagyis kevesebb új ingatlan épült, mint amennyit megszüntettek vagy lebontottak. Összesen Békés vármegyében 138.818 lakott ingatlant tudtunk összeszámolni. Ezeknek az ingatlanoknak a 95%-a összkomfortos vagy komfortos. A szomszédos vármegyékkel összehasonlítva azt látjuk, hogy ez az érték lényegében megegyezik Hajdú-Biharéval, de kismértékben elmarad Csongrád Csanádban mért számoktól, és meghaladja a Jász-Nagykun-Tolnok arányait. A vármegyében a lakások többsége, összesen a háromnegyed része a II. Világháború és az ezredforduló között épült. A 2000-es években épült lakások aránya Békésben 6%, ami kevesebb, mint amit Csongrád Csanádban vagy Hajdú-Biharban mértek, ahol 11 és 15 volt ez az arány. Légkondicionáló berendezést egyébként minden negyedik lakásban találhatunk, és 4% azoknak a lakásoknak az aránya, amelyek fel vannak szerelve napelemmel is. Mindkét érték körülbelül megegyezik az országos átlagokkal. A háztartások 70%-a két vagy három szobás lakásokban él, az ennél nagyobb négy vagy több szobás lakások aránya az 24%. A legtöbb lakott lakásban egy fő él, 100-ból átlagosan 37 ilyen lakást számláltak meg. További 30 lakásban ketten, 33-ban pedig hárman vagy annál is többen laknak. Augusztus elején kezdődött el Békéscsaba számos területén a kiszáradt fák kivágása. Az előző évek kevés csapadéka és magas hőmérséklete miatt az önkormányzat 30 millió forint értékben mintegy 580 fa kivágását rendelte meg. A szakemberek a Veres Péter utcai park környékén közel 60 kiszáradt fa kivágását végzik éppen. Az önkormányzat idén nyáron végezte el azt a felmérést, melynek eredményeképpen mintegy 580 fa eltávolítása szükséges a város számos területén. Ezek a klimatikus viszonyok, a légkörű forróság, a csapadékhiány, ami volt az elmúlt években, ez nagyon megviselte a városnak a fállományát, és emiatt számos helyen, ahogy itt is szétnézünk, számos fa kiszáradt az elmúlt időszakban. És sorban jöttek a megkeresések, nyilván képviselőköz, városvezetéshez ezzel kapcsolatosan, hogy kezeljük ezt a helyzetet. Csiaki Tamás, a városüzemeltetési osztály vezetője arról beszélt, hogy az önkormányzat 30 millió forintot különített el a fák kivágására. Az 5 cm-nél nagyobb ágakat, törzsrészeket, ezeket a vállalkozónak egy önkormányzati telephelyre kell beszállítani. Ezek az ősz folyamán, illetve a tél folyamán szociális rászorulóknak kerülnek kiosztásra. Az osztályvezető hozzátette, a fák eltávolítását követően a városi főkertész felméri, hogy hol és milyen fajokkal lehet pótolni a kivágott növényzetet. Szeptemberben újabb intézmények kapnak a súlyos allergiás reakció kialakulását megelőző EpiPen injekcióból Békéscsabán. 2022 tavasza óta a város összes önkormányzati fenntartású óvodájában és bölcsödéjében, valamint a családok átmeneti otthonában megtalálható az életmentő készítmény, amelyet lejáratkor rendszeresen cserélnek. A lencsési óvodában augusztus végén jár le a legutóbb kapott EpiPen injekció szabatossági ideje, így a napokban ebbe az intézménybe is újabb készítmény érkezik.
Az intézmény valamennyi dolgozója évelején, tehát itt az augusztus vége, szeptember legelső heteiben megkapja erről a képzést, szemléltető képzést, illetve bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezt használni. Mentőstíz segítségével ezt nagyon jól tudjuk elsajátítani, és nyilván olyan injekcióval, olyan fecskendővel, aminek már nincsen tartalma, gyakoroljuk is. Békés Csabán 2022 tavaszán valamennyi önkormányzati fenntartású óvoda és bölcsöde, valamint a családok átmeneti otthona is kapott az életmentő injekcióból. Szeptemberben pedig a kulturális intézményekbe is eljut az EpiPen. Színház, Bábszínház, Csaba Gyöngye Kutatási Központ, Múzeum, Gabona Múzeum mind-mind el lesz látva EpiPennel, és ahogy mondtam is, a szükséges tájékoztatást is megkapják. Ez egyébként nagyságrendileg az előző évben 650 ezer forintnyi összegű beszerzés jelentett, ami az idén is körülbelül ilyen forrás biztosítását igényli. Varga Tamás hozzátette, az életmentő készítményt kapó intézmények dolgozóinak képzést is szerveznek, hiszen nagyon fontos az, hogy felismerjék az anafilaxiás sok tüneteit, higgadtan tudjanak reagálni, és az eszköz pontos használatát is elsajátítsák. Békés Csabán a Csányi utcai MÁV sporttelepen létesített extrém sportpálya 2021 vége óta várja a BMX, a görkorcsolya vagy épp a gördeszka szerelmeseit. A park nemrégiben ismételten munkálatok színterévé vált, amelyek részeként a szakemberek új pályafelületeket alakítanak ki a helyszínen. A Csányi utcai extrém sportpálya kialakítása még 2021 végén fejeződött be kettős forrásból. A békéscsabai önkormányzat sikerrel pályázott az országos Bringa Park program kiírására, amely révén 15 millió forintot nyert el. Ezt egészítette ki a város önerőből. A pálya elemeit, így például a ferdefalat vagy a negyedívet a BMX-esek mellett a görkorcsolyázók, a gördeszkások és a rolleresek is használták. A park hamarosan új elemekkel bővül. A helynek a megítélése, látogatottsága minden várakozásunkat meghaladta. Azt láttuk, hogy elsősorban a fiatalok körében nagyon népszerű ez a sportolási, szórakozási lehetőség. Éppen ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy a fiatalokra való tekintettel felújítja és bővíti. Körülbelül azt tudom mondani, hogy a négy pályaelem körülbelül 3-4 pályaelemmel fog bővülni, tehát durván a duplájára fog nőni az extrém parknak a felszereltsége. Mint azt a képviselő elmondta, az újabb fejlesztések szintén két forrásból, az önkormányzat, valamint az aktív és ökoturisztikai non-profit Kft. Támogatásából zajlanak. Három elemmel fog bővülni, kialakításra kerül egy negyedív, kialakításra kerül egy piramis és egy ferdefal, ami azt a cél szolgálja, hogy a fiatalok még többen vehessék igénybe, és még biztonságosabban vehessék igénybe az extrém pályát. Szigeti Béla kiemelte, a kilátogatók és a helyszín biztonságát egy kamerarendszer is szavatolja majd, de a szakemberek térvilágítást is kialakítanak a sporttelepen. A sportolni vágyó fiatalok a tervek szerint 2023. szeptemberében vehetik birtokba a megújult pályát. A tavalyi kényszerű mellőzés után idén ismét lesz tűzijáték augusztus 20-án Békés Csabán. A hagyományos rendezvények mellett ezúttal is számos érdekes produkció várja majd a főtérre kilátogató közönséget. A korábbi évekhez hasonlóan ünnepélyes zászlófelvonással és ökumenikus kenyérszenteléssel indulnak majd az augusztus 20-ai események Békés Csabán. A hagyományos programokon túl azonban több szórakoztató rendezvény is várja majd a kicsiket és nagyokat egyaránt. A Csaba Gyöngye Kulturális Központ igazgatója híradónknak elmondta, idén két színpaddal készülnek, melyeket a színház és a városháza előtt állítanak majd fel. Szente Béla kiemelte, hogy a délutáni programok 16 órakor kezdődnek, többek között lesz gyermekműsor Döge Csabával és Szilágyi Attilával, dobshow, valamint Brass Vibe, Pazó és bikini koncert is. Egy nagyon minőségi jó programot sikerült összeállítanunk, aminek lesznek kísérő elemei, természetesen ugrálóvár, gyerekfoglalkoztatás, és ott is sikerült azért újdonságot is behoznunk, hiszen a Menza Egyesület
akik logikai játékokat hoznak. Nagyon nagy sikert arattak már a gyereknapon, mind a felnőttek, mind a nagyobb gyerekek körében, és nem csak a kicsiknél. Ők fognak kitelepülni egy asztallal. Utoljára 2 évvel ezelőtt volt részük a csabaiaknak ebben a látványban, hiszen a háborús veszélyhelyzet, illetve az energiadrágulásból fakadó spórolási célok miatt tavaly az önkormányzat úgy döntött, hogy nem tartja meg a szokásos tűzijátékot. Varga Tamás, Békés Csaba alpolgármestere a 7.tv Aktuális című műsorában arról beszélt, hogy mivel 2022-ben a pirotechnikai eszközöket már megvásárolta a város, ezért idén csak a fellövés díját kell kifizetni a szolgáltatást nyújtó cég felé. A szakemberek ezúttal is a Városháza udvaráról lövik majd fel a rakétákat. A Városháza szeptember 15-én 150 éves homlokzata azért ilyenkor egy gyönyörű megvilágítást is kap, és hát szerencsére a lombozat fejlődik, a fák nőnek, tehát egyre komolyabb kihívás egyébként a szakembereknek ezeken a természetes akadályokon túl is látványt nyújtani, de én azt gondolom, hogy szép és méltó eleme lesz ez az ünnepi programnak. Azok, akik biztosra szeretnének menni, és a legjobb helyről, akár egy ital mellől néznék meg a tűzijátékot, a Csabagyöngye Kulturális Központ tetőteraszáról is megtekinthetik a látványosságot. Idén már az új épületkomplexumban rendezi meg a bábos tábort a Békés Csabai Napsugár Bábszínház augusztus 2. és 3. hetében. Az új terek lehetőséget adnak arra is, hogy az előző évektől eltérően az érdeklődők 2 turnusban egy-egy hetet töltsenek a bábszínház világának megismerésével. Még csak a tábor felénél járunk, de a gyerekek kreativitása mellett a bátorsága is sokat fejlődött. A bábos táborba 6 és 10 év közötti gyerekeket vártak, akiknek a mozgásos foglalkozásoktól kezdve, a kézműveskedésen keresztül, az improvizációs bábjátékig számos különböző elfoglaltságot biztosít a bábszínház 2 bábszínésze. A legtöbb táborozó a legjobban azt szereti, ha a bábokkal egy-egy rövid történetet rögtönözhet. Mi egy átváltozós bábot készítünk, hogy az egyik fele az olyan, az enyém például olyan cicás, és hogyha megfordítjuk, akkor már ilyen szép deréklegény lesz. A gyerekek bejárhatták az új épületet, a legrejtettebb műhelyekbe is benézhettek, emellett megismerhettek számos a bábszínházhoz kapcsolódó háttérszakmát. Ennek köszönhetően már az első nap kiderült, hogy melyik táborozó melyik területen érzi magát otthonosan. A táborvezető bábszínészek pedig ez alapján változtattak a tábor tematikáján. Ami nekünk nagyon hamar eszünkbe jutott, ez a metamorfózis a bábnál, hogy ilyen átváltozós bábú legyen, mert az akkor 2 az 1-ben már is, és akkor találtunk ehhez mesét, de aztán például azt is elvetettük, mert nagyon tetszik a gyerekeknek, hogy ők választhatják meg az állatot, amivé átváltozik a bábú, úgyhogy most így teljesen szabadjára van hagyva a dolog. A táborvezetők célja az, hogy minden gyermek szórakozva tanuljon, és az érdeklődési körének megfelelő ismereteket sajátítson el. A zárónapon a gyerekek lehetőséget kapnak arra is, hogy szüleiknek egy kis előadással mutassák meg azt, hogy mit tanultak a bábos táborban. Első alkalommal rendezi meg a Békés út kupa utánpótlás felkészülési tornát a Békés Csabai Vízilabda Klub. Az Árpádfürdő csütörtökön a csoportmérkőzéseknek, míg pénteken a helyosztóknak ad otthont. A Csabai Egyesület utánpótlás csapatai július 10-én kezdték el a felkészülést, így a fiatalok egy hónapja már napi 2 edzésen vesznek részt egészen a nyár végéig. Az elmúlt hetekben már az edzőmérkőzések is helyet kaptak a programban. A Csabai Klub első alkalommal hívta életre a Békés út kupát a gyermekkorosztályos sportolók számára. A tornán a Békés Csaba mellett 2 másodosztályú és 3 élvonalbeli együttes vesz részt. Az elsőleges cél, hogy minél jobb helyezést és hogy minél jobb eredményt érjünk el ezen a kupán. Szerintem nem ez a, nyilván a legfontosabb most. Az a lényeg, hogy
hogy kapjunk egy kis ismeretet, hogy milyen, hogy állunk, és hogy miből tudjunk építkezni a jövőbe. A csabai pólósok a torna nyitó mérkőzésén az első osztályú Kecskemét csapata ellen szerepeltek. Fodor Ádám tanítványai végigvezettek a mérkőzésen, melyet végül 11-8 arányban nyertek meg. Azt gondolom, hogy a munka benne van, még nem vagyunk gyorsak, az most kiütközött az első mérkőzésen is, meg az eddigi edzőmeccseken is, hogy még most picit ilyen anyahajó módjára mozgunk a vízbe, de ez a felkészülés ezen szakaszában abszolút érthető, és ez várható el a gyerekektől, majd a gyorsítás csak ezek után jön. A torna nyitónapján a csoportmérkőzéseket rendezték meg, míg pénteken tartják a helyosztó összecsapásokat. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!